már tűjteni ezt az emléklapot. Köszönöm szépen. November 18-án vette át a Tolnai Nagycsaládosok elnöke a megyei agrárkamara vezetőitől az ajándéklisztről szóló adományozó levelet. A nem mindennapi gesztusra az évek óta futó Magyarok Kenyere programnak köszönhetően került sor. Búzát 12,2 tonnát gyűjtöttünk, amiből 4,8 tonna lisztet tudtunk most a mai napon szétosztani. Tulajdonképpen a nagycsaládos egyesületeknek juttatunk belőle, mivel 2018, mint valamennyien tudjuk, a családok éve és a vérellátó szolgálatnak. Kinek adhatok kertek? Ezek pedig már keddi felvételek. A Tolnai Nagycsaládosok irodájában Baksainé Kenesei Éva elnök éppen kiosztja a tagjaiknak járó lisztes zsákokat. De nagy valószínűséggel lángos és fánk biztos fog belőle készülni. Süteményekkel hogy állnak a gyerekek? A gyerekek azért elég édes szájúak szoktak lenni. Van-e kedvenc sütijük? Kedve minden, ami édes, tehát igazából kedvenc úgy nincsen. Amit anya szokott otthon csinálni, általában ilyen édes száraz kekszek. Ez nekem is kedvencem, és a gyerekek is nagyon szeretik. A Tolnai Nagycsaládosok összesen 800 kg-nyi lisztet osztottak szét a tagjaik között a Magyarok Kenyere programnak köszönhetően. 5 kilós kiszerelésben, mivel a mennyiséget, tehát 42 család vagyunk, nem tudtuk teljesen pontosan elosztani, így 3-5 kilós csomagot kap mindenki, és a megmaradtat pedig fölajánlottuk mi is a Tolnán élő nem nagycsaládos rászorulóknak. A Magyarok Kenyere programnak köszönhetően a nagycsaládosok mellett a véradók juthatnak liszthez.